Az elmúlt esztendő végén aratott győzelmeknek és a mutatott játéknak köszönhetően nyíregyházi győzelemre számított a közönség, a vendégek azonban nem kértek az áldozati bárány szerepéből, amit egy 11-es kezdéssel nyomatékosítottak is. Ez meg is határozta az egész mérkőzés képét, a hazaiak végigfutottak az eredmény után, néhányszor utol is érték a pécsieket, vezetni azonban egyszer sem tudott a rendkívül rossz dobóformát mutató NKK. A végjátékban ugyan minden megpróbálta Ferenczi Tamás tanítványai, de a szerda az a nap volt, amikor semmi sem jött össze a nyíregyházi csapatnak. Nagyon indisponáltan kezdtük a mérkőzést. Meglepett bennünket az, hogy a pécsiek nagyon agresszíven védekeztek, és a játékvezetők ebben partnerek voltak. Ugyanezt elmondtam a játékosoknak mérkőzés előtt, de sajnos ebből nem sokat fogadtak meg. Ezután úgy érzem, hogy sikerült visszajönni a mérkőzésre, talpra álltunk. Sajnos olyan dobóformát mutattunk ma, ami ránk eddig nem volt jellemző. 18 rádobott 3 pontosunkból mindösszesen egy menben. Az elmúlt mérkőzésekhez az aránypár az körülbelül úgy nézett, hogy 11-14-15 3 pontosokat dobtunk. Ez a mai játékunkból hiányzott, és sajnos ez okozta a vereségünket. A vendégek edzője, a korábban játékosként nyíregyházi színekben is szereplő Szeskó Szekulovics érthetően boldog volt csapat a győzelme után. Most ez a második negyed volt az a kulcs, meg a harmadik első két perc. És mi nagyon jól kontrollálni mind a két negyed, és utána a simán. Persze a végén nyíregyházi kicsit izgul, és akkor dobni gyorsan, meg nyerni. És nálunk szerencse ma este bedobunk minden böntető. A második nagyon jól játszott zóna ellen, ez a Albakon, mi tudunk, kikapt az ilyen zóna ellen, és mi nyertünk ma este, nagyon jól játszott egész csapat. Szerintem fordítom, ez a 10 játékosok játszott, minden 10 játékos kapta a lehetőség, és kemény videkez volt, és szerintem ez tiszta volt, és mi nyertünk. A nyíregyháziaknak nincs sok idejük buslakodni a vereség után, szombaton ugyanis már körmenden lép pályára Ferenczi Tamás együttese. Most dől el egy ilyen nehéz helyzetben, hogy mennyire tudunk mi a csapat lenni, illetve a saját magunk által ásott gödörből mennyire tudunk közösen kimászni. Én azért nem mondanám azt, hogy lefutott a 8 közéjutásunk, hisz ebben a csapatban benne van az az erő. Ez többször is bizonyította, akár a Soproni, illetve a kecskeméti mérkőzésre gondolok, hogy idegenben is tudunk nyerni, akár már itt körmenden. Igaz, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, ugye a körmenden a legjobb 4 közéjutás, illetve a bajnoki cím miért szállt ebben a bajnokságban harcba. Ennek ellenére gondolom azt, hogy reális esélyünk van, hogy meglepetést tudjunk szerezni. 14 forduló után a Szolnok, az Albakomp és a Paks 11 győzelemmel áll a tabella első 3 helyén. A szombati ellenfél körben 10-3-as mutatóval a negyedik, míg a Marsovagép NKK 6 győzelemmel és 8 vereséggel a 11. helyen várja a következő fordulót.